Köszöntöm nézőinket a Stúdió KB október 9-ei adásában. Rövid híreinket követően a 10. Országos Könyvtári Napok Zirci rendezvényeire látogatunk el. Megkukkanthatnak velünk az Aranykapu Zenekar interaktív gyermekkoncertjébe, a polgárőrök időseket megcélzó előadására, Lackfi János és Grillusz Dániel verses zenés műsorára, valamint a pénteki mese délelőtre, ahol a város közismert hölgyei meséltek a gyerekeknek. Most szombaton utolsó alkalommal tekinthetik meg a Bakony hangja színjátszókör eddig teltházzal futott előadásait. A Segítség fiam van című szociál vígjátékból vetített invitálunkat követően interjút láthatnak professzor Frany Tamás agykutatóval, aki az Apátsági Látogató Központban belső világunk és az információ robbanás hatásairól tartott előadást. Somogyi Laura kiállítás megnyitója után a Reguli Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház Finnugor Fesztiváljának programjaira hívjuk fel a figyelmet, melyet az oroszországi úti élményeket bemutató fotókiállítás nyit meg. Erről dr. Mészáros Csaba kutató ad tájékoztatást. Az Állatok Világnapjára szervezett programot intézményünk, ahol testközelben találkozhattak a gyerekek bütykös-libával, tengeri malaccal és törpenyuszikkal. Műsorunkat az október 6-ai városi ünnepélyen készített összeállítással zárjuk. Jó szórakozást kívánunk! Október 15-én 18 órától tartja sorosülését a képviselőtestület, ahol szó lesz többek közt a sportkoncepció felülvizsgálatáról, a lakossági zöld hulladék begyűjtésének lehetőségéről és a városközpont ünnepi díszítéséről. A meghívóban szereplő napirendi pontokról a www.zirc.hu oldalon is tájékozódhatnak nézőink. Október 6-án emlékezett városunk a 13 aradi vértanúra. Az ünnepélyen rögzített felvételünket műsorunk második felében tekinthetik meg. Ingyenes volt a beiratkozás, és a lejárt határidejű könyveket is térítésmentesen vihették vissza az olvasók az Országos Könyvtári Napokon. Az október 5 és 11 között zajló programokat az Aranykapu Zenekar óvodásoknak szóló interaktív koncertje indította szerda délelőtt. Mindig nagy örömmel jövök Zircre, csak most már az a különbség, hogy jövünk Zircre, mert most már Aranykapu zenekarunkkal érkeztünk ma a könyvtári hetek alkalmából, nagyon nagy örömmel. Az óvodás és az alsó tagozatos gyerekeknek tartunk koncerteket, amelyek mindig élő koncertek, nagybőgő, zongora, gitár, harangjáték, udú, kahun és egyéb hangszerek kíséretében. Az elején mindig úgy volt, hogy hoztál magaddal hangszert, és akkor te kísérted önmagad. Kik most a partnereid, kikből áll a zenekar, és milyen hangszereitek vannak? Hát a zenekar három tagú, Kis Krisztián, aki a dalok szerzője, és Lőrinc Tamás, másik zenész kollégám, és így hárman alkotjuk ezt a zenekart, és hát elég széles a repertoár, mert nagyon sok hangszerrel dolgozunk, illetve a Tomi és Kiki játszanak a hangszereken, én pedig vezetem a koncerteket. Zongora, nagybőgő, udú, harangjáték, kahun és egyéb ritmus hangszerek szólalnak meg. Nem volt mindennapi ez a koncert, azt azért hozzáteszem, fantasztikusan játszottatok, a gyerekek nagy örömmel működtek együtt, illetve játszottak, énekeltek veletek együtt. Mire figyeltek, hogy tudjátok azt megoldani, hogy a gyerekek ilyen aktívak legyenek koncerten? Mindig odafigyelünk arra, hogy hány éves gyerekek jönnek körülbelül a koncertjeinkre, és úgy állítjuk össze a műsort, hogy be tudjuk őket vonni, hogy interaktív élmény legyen a számukra is, hiszen mindig az marad meg a legjobban, amit mi is átélünk, átérzünk és eljátszunk, főleg ez a kisgyerekeknél van így.
és mindenképpen olyan dolgokat is hozunk, amelyeket ismernek, vagy az óvodai életükből, vagy az otthoni életükből, az iskolai tanulmányai során tanulnak, és mindig hozunk olyan népdalokat, mondókákat, amelyeket valószínűleg, hogy nem ismerhetnek, hogy ezzel is bővüljön a táruk. Krisztián volt az, aki írja a dalokat. Mire figyelsz dalok írásánál? Mi a fontos a gyerekeknél? Mi a cél? Tehát annyiban nem én írom a dalokat, hogy azért ez egy létező kincse a magyar kultúrának, hiszen gyerekdalokat, népdalokat, gyermekjátékokat dolgozunk fel. Tulajdonképpen itt talán a helyes kifejezés az a hangszerelés, vagy egy icipicit a megzenésítés felé elmegy, hiszen próbáljuk kicsit maivá tenni. Annyiban maivá, hogy élő, olyan hangszerekkel találkozhatnak a gyerekek, amik itt már elhangzottak, és amikkel minden nap azért nem találkozhat. És annyiban nem mai, most a zenében van azért ennek egy kicsit pejoratív jelzője a mainak, hogy nem elektronikus, és nem ez a szórakoztató popzenébe elmenő, viszont próbáljuk olyan harmóniákkal, olyan ritmusképletekkel kísérni ezt az egészet, hogy azonnal magáénak érezhesse ő is. És én amire figyelek, az, hogy gyerekközeli legyen, próbálom mindig úgy, hogy ne legyen annyira szokványos, és mindig egy ilyen titkos cél leveg a szemünk előtt, hogy kapjon kedvet az énekléshez, a zenéléshez, a tapsoláshoz, és érezze úgy, hogy ezt akár én is meg tudnám csinálni, hogyha veszek valahol egy gitárt, vagy vesznek nekem valahol egy gitárt. A másik ágra, hogy ez, amit Krisztián elmondott, ez már a képességfejlesztéshez is tartozik. Milyen képességeket fejlesztetek azzal, hogy ilyen zenét állítotok össze, illetve van-e valami jelentősége annak, hogy milyen hangszerekkel, milyen ritmusban játszotok? Természetesen van, hiszen pont azért használunk ilyen sokszínű hangszerparkot, hogy meglegyen az érdekessége, játékossága, és mindig úgy választjuk ki a dalhoz megfelelő hangszert, hogy azzal is, annak is már jelentése van. Ugye csak akár egy ritmusnak, az gyors, lassú, vagy egy hangnak, hogy egy harangjáték, vagy éppen egy jó mély udu szólal meg, és ezek mind már érzéseket keltenek remélhetőleg a gyerekekben, ami ugyanúgy kapcsolódik a szöveg mondani valójához, mint a zeneiségéhez. Hangszerek hangjai, ezek ugye alapvetően az érzelmi nevelésnek az eszközei, amivel élünk, hogy tényleg egy kisgyermek, ahogy felnő, vagy ennek a folyamata, ugye nagy változásokon megy keresztül, de ezek megmaradnak, ezek az érzések, nyilván másban jelennek meg, de hát biztos, hogy megalapozzák, vagy hát segítenek ennek a megalapozásában. Akkor azt mondjuk, hogyha a gyerek mondjuk otthon szomorú egy kicsikét, vagy hiszt is, vagy nem akar aludni, akkor a zenével megoldható. Mit javasoltok? Néhány praktikus tanács. Hát az altatódat például az esti lefektetéshez, altatáshoz, hiszen annak is van egy szertartása, vagy talán azt gondoljuk mind a hárman, hogy jó, ha van egy
megszokott kis szertartása, és akár mindig ugyanazt a dalt, vagy előtte egy másikat, de aztán a záródal az mindig ugyanaz lehet, hiszen ez egy megnyugtató érzés a kisgyermeknek, hogyha tudja, hogy milyen keretek közé szorul, zárul az az esti elaltatás. De aztán nagyon jól el lehet vonni a figyelmet szerintem dackorszakba, hiszti időszakba ezekkel a gyors dalokkal, a népdalainkkal, úgyhogy mindenre jó a zene. Fúj a szél, Balatonig odaér. Én mondjuk fele ennyire nem tudok énekelni, zenélni, meg egyáltalán nem. Mit javasoltok azoknak, akik hasonlóan gondolkodnak, és mondjuk nem mernek otthon énekelni, mert azt mondják, hogy aha, inkább nem gyötröm a gyereket ezzel? Merjenek. Azért gondolom, hogy merjenek, mert pont amiről a Tomi is beszélt, hogy az érzelmi nevelés. Tehát az éneklés, főleg egy szűk körben, egy családi szűk körben, az nem egy színpadi produkció. Tehát most egy picit hamis, picit menni, tehát ott az érzelmek dominálnak. Hogyan énekel el egy anyuka mondjuk egy kis dalt, és teljesen mindegy, hogy most az hamiskás, vagy de érzi a kisgyermek azt, hogy azt miért énekli, megnyugtató, neki szól, az anyukája énekli. Merjenek, foglalkozzanak vele, fogjanak egy gitárt, üljenek le, az alapokat nagyon könnyen el lehet sajátítani, és azt gondolom, hogy maga a felnőtt is több lesz ettől, hát a gyerek, ő pedig mindenképpen. Jó, én ezért bátorítom is a szülőket, hogy énekeljenek otthon, nem színpadon, de ha valaki egy kis segítséget kérne, akkor merném javasolni a ti CD-teket, mert ugye személyesen nem lehettek ott minden háztartásban, nem is egy CD-tek van, amit haza lehet vinni egy kis bátorításnak. Elmondanátok nekünk? Igen. Hát 2013-ban megjelent első CD-nk Aranykapu címmel, aztán egy évre rá tavaly a Daloló erdő. Mindegyiken mondókák, népdalok váltakoznak különböző sorrendben, és két hét múlva megjelenik a legújabb CD-nk Gyalogút címmel, amely már egy kicsit talán az alsó tagozatos gyerekekhez is szól, hiszen hosszabb népdalok vannak rajta, több verszakkal, különleges hangzásvilággal, és aztán ezt követi egy karácsonyi lemez, ami ismét idén fog megjelenni. Én nagyon bízom benne, hogy még találkozunk itt Zircen. Nagyon köszönöm mind a szülők, gyerekek és önmagam nevében is, hogy eljöttetek. További sok sikert kívánok nektek. Nagyon szépen köszönjük. Magasabb az elrendelések száma a rendelés vonatkozásában, de senki nem maradjon áldozat. Szerda délután Polgárőrök a biztonságunkért címmel Tóth Gábor őrsparancsnok bűnmegelőzési előadása várta az érdeklődőket. A délutánon László Antal és Kavalec Tibor zirci polgárőrök is készséggel válaszoltak a feltett kérdésekre, és felhívták a figyelmet a trükkös lopásokra, és elsősorban az idősek kárára elkövetett bűncselekményekre. Menni, és meg fogjuk tenni a szükséges intézkedéseket. Lesz az öreg diópának gyönyörű szép ósubánya. Csütörtökön feldaraboljuk a Végtelen címmel Lackfi János és Grillus Dániel tartott zenés irodalmi délutánt. Szeretettel köszöntöm Lackfi Jánost, József Attila és Prima Primissima díjas írót, költőt, szerkesztőt, műfordítót, és Grillus Dánielt, Kossuth díjas zeneszerzőt, előadó művészt és zenészt. A mai napon az Országos Könyvtári Napok keretében egy előadással kedveskednek a felnőtteknek, gyerekeknek egyaránt, amelynek címe Feldaraboljuk a végtelent. Lackfi Jánost kérdezném, hogy mire utal ez a különleges cím? Hát Danival
Hát nem is tudom, egy-két éve kezdtünk, sok éve dolgozunk, működünk együtt. Voltunk Franciaországban, ahol én franciául kommentálgattam a Kaláka együttesnek a koncertjeit, és így kezdődött a barátság, és aztán most már 5. éve együtt csináljuk a Kaláka versudvart Kapolcson. És aztán tulajdonképpen nem is tudom, hogy mi volt az első lépés. Én arra emlékszem, hogy talán a Múzeumkertben volt Budapesten. Lehet, hogy az volt az első, akkor még talán nem is ez volt a címe, csak hogy volt, hogy előadáson ketten voltunk, és akkor van egy olyan vers, amiből aztán János kitalálta ezt a címet. Igen, és az volt, azt tetszett meg nekem akkor nagyon, hogy azt mondta a technikus srác, aki ottan a hangosítást intézte, hogy hát nagyon jó, ő még sosem hallott ennyire szórakoztató és ennyire elvont előadást, és ez megtetszett, hogyha lehetünk szórakoztatóan elvontak, és ugye nem titok, hogy Daninak a múltjában vannak ilyen műszaki eltévejedések, vagy építészi eltévejedések, és azért a matematikáról inkább szól a költészet is, mint sem, meg egyáltalán az irodalom, mint sem gondolnánk. Na mondjuk egy regényt konkrétan megszerkeszteni némi bizonyos mérvű matematika nélkül lehetetlen, és hát a taktusokat kiszámolgatni meg minden, ez nem nagyon szereti az átlag, mondjuk az átlag gimnazista, amikor, hogy akkor ja, így számolni a szótagot, nem áll, hogy így csinálta Petőfi, és ez tudti, hogy nem, szóval ez kizárt dolog, de bizony a taktus, ami a zenében is nagyon fontos, az kőkemény matematika néha, és akkor ezt próbáljuk meg érzékeltetni ketten két felől, és másféleképpen, és persze minden szövegben, minden dalban, minden versben másféleképpen, hogy hát a teret, ugye, ami végtelen, feldarabolni lehetetlen, de mégsem, de ha nem darabolnánk fel, akkor az életben nem tudnánk egy házat létrehozni, már bármit, ami lakható, hát az irodalom is lakható kell, hogy legyen, azért nem önmaguknak írják azok, akik írják. Beírta az üzenőmbe, kedves asszonyom, az önfia tiszteletlenül beszélt oktatójával, ezért megintem. Mondjuk tényleg megintett, olyan erős intő volt, hogy beestem a padba, aztán meg kiestem belőle. A tiszteletlenség az nem igaz, a legnagyobb tisztelettel mondtam, hogy a Béla válasz egy dolgott állat. Kinek tisztelni, amikor 100 kiló a jobb keze, meg legendásan erős. Mennyire van jelen, ha jól értettem, akkor a játékosság, az fontos szerepet játszik itt, ugye? A zenében mennyire jelenik meg ez a játékosság? Ugyanannyira, mint a költészetben, hisz végül is az én dalaim, vagy a Kalák együttes dalai, azok mindig a versből indulnak ki. Ha versben van játékosság, akkor egész biztos, hogy a muzsikában is azt tükröződnie kell. De itt még olyanokat is bevállalunk, hogy olyan játékokat játszunk, hogy János például improvizál megadott dallamra, akkor én énekelek a közönséggel együtt egy olyan dalt, ami gyakorlatilag egy ilyen matematikai példa, ami pont erről a végtelenről szól, ami ugye fölfele is a végtelenről mindig azt mondjuk, hogy olyan nagy, pedig végtelen kicsi is lett valami. És ez mind játék. Hát a költészet is egy nagy játék, hogyha Kosztolányi felől közelítenénk, akkor egész biztos, hogy mindig valamilyen játékból indul ki. Azt hiszem, hogy nem tudok a költők nevében beszélni, de az alkotói folyamatban mindig kell, hogy legyen valami játék. Hogyha valaki elolvassa Vörös Sándornak a vers születése doktori értekezését, az pontosan a dal születésére is érvényes. Szóval nekünk is mindig kell valamit játszani ahhoz, hogy elinduljon. Aztán persze nagyon komolyan kell venni, hogy lejegyezhető legyen és reprodukálható legyen, de mindig valami játékos ötlet az valahol ott csillog a zenején. Meg hát a játék az alapvetően arról szól, hogy bizonyos terepen a maximumot hozom ki magamból. Tehát, hogyha én pingpong meccsre hívok ki valakit, és nagyon megver, akkor nem mehetek oda egy baseball ütővel, és jól nagyon verem, mert az ugye ez nem tartozik a játék természetéhez. Két baseball ütővel lehet egy másik fajta meccset elkezdeni. Tehát mindig arról szól, hogy van egy terep, mondjuk egy forma, egy dalforma, egy szövegforma, bármi,
és ott hozni ki a maximumot, tehát ott már aztán nagyon játékosnak kell lenni, éppen azért, hogy a kombinatorikai megoldások révén kijöjjön belőle valami szikra, valami izgalmas, valami, ami túlnyúlik ezen a területen, ami egy egész szűk terület is lehet. Egy epigramma, vagy sírfelirat, vagy bármi, ami ugye az nem biztosít nagy területet, és mégis ott kell kihozni belőle a maximumot. A Kaláka Együttes kezdetektől fogva verseket zenésít meg, és Lackfi Jánosnak is rengeteg versét zenésítették már meg. Mindkettőjüktől kérdezem, hogy miért lehet napjainkban egyre fontosabb az, hogy a verseket zenei aláfestéssel eljuttatni a közönséghez? Nézd, egész biztos, hogy a manapság sokkal több verset hallgatnak az emberek. Bár lehet, hogy az éppen valamilyen táncdalszöveg formájában jelenik meg, mert népdalok is versek végül is, csak nem tudjuk kiírt a dallal. Mint amennyit elolvasnak. Tudjuk, János is mindig mondja, hogy a valaha az, hogy olvasott vers, az nem létezett, pláne némán olvasott vers. Az ősi formája a versnek az az énekelt vers. Sok ezer év óta. Hát mi ezzel élünk, ezzel a lehetőséget, csak éppen fordítva csináljuk, mert nem dallamra írunk verset, amit ahogy János csinálja, hanem versre írunk dallamot. De ha a kettő megegyezik, és a kettő összejön, akkor végül is ebből nem derül ki, hogy melyik volt előbb. Hát igen, igen. Hát ahogy például van egy zseniális Petőfi lemez, amelyet éppen a Grillus kiadó adott ki a Hangzó Helikon sorozatban, és Ferenci György és a Racka Jam, tehát nagy blues mesterek játsszák ezeket a verseket, és amíg azt nem hallottam, addig igazából nem tudtam, hogy milyen dallamra íródott, persze nem íródhatott, mert Petőfi nem ismerte Bob Merlit, vagy mégis, vagy mégsem, de hogyha meghallgatjuk, hogy még nyílnak a völgyben a kerti virágok, akkor igazából már másra nem is nagyon megy, nem is nagyon akaródzik énekelni, vagy más ritmus már nem nagyon akaródzik kihallani belőle, és annál is inkább, tehát magában a korban is így volt ez, hogy mondjuk a himnuszt azt nem írta, és nem is írhatta arra a dallamra kölcsei, ami egy Isten áld, hanem valószínűleg kanásznótára, Isten áld meg gammadjart, jókedvel bőséggel, nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenség. Tehát valami egyébként elég szila, és elég kicsit agresszív is, tehát hogy a mindent elvesztett embernek az agresszivitása van benne, aki szinte ki akarja rázni a jó Istenből azt, hogy na most aztán tessék minket rendbe hozni, mert már itt nagyon el van minden baltázva. Tehát, hogy hozzátartott, hogy dallamok közlekedtek, szövegek közlekedtek keresztbe, kasula az űrben, és hogyha erre ráér ez a közönség, akkor valami nagyon jó hangulatú keringésnek lesz a részese, ami így ezer években képes ide-oda utazni, és ez létérdeke a versnek is, meg szerintem a zenének is, a minőségi zenének is, hogy ezek a találkozások létrejöjjenek újra és újra. Tavaly jelent meg önnek a Három a Magyar Igazság című novellás kötete, és hát igazából napi kapcsolatot tart fenn az olvasóival a Facebook oldalán, illetve a hivatalos oldalán keresztül. Mi az, amin most jelenleg dolgozik, vagy van-e valamilyen fontosabb munka, amibe beleásta magát? Hát tavasszal megint vissza kell utálnom a Grillus kiadóra, kitűnő Grillus kiadóra, egy olyan kötetem jelenik meg, aminek Emberszabás lesz a címe, itt is elhangzik belőle egy néhány vers, és CD lesz benne, tehát van egy hangzó változata, ha nem is az egész kötetnek nyilvánvalóan, és Herczko Ágnes és Novák Péter éneklik Színha Róbert szerzeményeit, amelyek részben népdalok, részben pedig az én szövegeim, úgyhogy ez, remélem, hogy ez nagy durranás lesz, és készülünk a Kultúrparttal, és készülünk a Grillus kiadóval arra, hogy ezt minél több felé el tudjuk juttatni az országban. Tavaly a Kaláka Együttesnek is jelent meg lemeze Muzsikáló Madárház címmel. Mi várható még az idén? Éppen ez hát is kötődik Janihoz, mert a Ferencvárosi Önkormányzat kitalálta azt, hogy József Attila születésnapjára irat egy olyan szonett koszor útszonat sorozatot mai magyar költőkkel, jelesül 14 költővel, mert ugye 14 sorból áll egy szonett, hogy a
mesterszonetnek véve a József Attila Hazám című ciklusának egyik szonetjét, hogy az azt jelenti, hogy az első sor a mesterszonetnek az első sora az az első szonetnek az első sora, és a második sora a mesterszonetnek az utolsó sora. A második, aztán a harmadikra is így tovább. Na hát ennek lett a folyamánya az, hogy mi ezt most el fogjuk énekelni, és december 3-án lesz, ha igaz a bemutatója, József Attila halál évfordulóján. Most éppen most ez a mind dolgozunk, de ugyanakkor dolgozunk Jani versein is, mert lesz majd egy másik kötet is, amit a Csíkszered egy barátunknál, ahol a Ragyog mindenség megjelent az erdélyi gyerekvers antológiánk, amiből mi erdélyi gyerekverseket énekelünk, és ugyanabban a formában most egy Lackvi kötetet fogunk majd kihozni a csíkszeredaiakkal. Dolgozunk a hangzórikon folytatásán is, a József Attila kaláka az már régóta adósságunk. Tehát ezek mind tervek, amikből már van, amit már fölvettünk, van, amit nem. Ez a Muzsikáló Madárház, ennek egy része archívanyag. Ami nagyon érdekessé teszi viszont az, hogy a madarak is velünk énekelnek. Úgyhogy oda játszottuk a madarak hangját is a mi hangunk mellé. És nagyon sok gyerek, ahogy megszólal a... már tudja, az unokám, pláne 3 éves, és már tudja, hogy na ez a fülemüle. Még meg se hallotta a dalt, hogy elmondtuk volna. Úgyhogy ez várhatóan Állatok című régi lemezünknek is egy nem változatlan, hanem egy új formájú kiadása. Hát írunk nótákat, turnézgatunk, csináljuk a dolgunkat, amit kell. Még ha valamit erről a mostani műsorról, mert nagyon örülünk neki, hogy ezt most Veszprém megyében több helyen is eljátsszuk, ugye részint a Veszprém megyei könyvtár meghívására a könyvtári napok keretében, és annak is nagyon örülünk, hogy a Szerencsejáték RT támogatta ezt, hogy van lehetőségünk például itt Zircen a kedves meghívásnak eleget tenni, és remélem, hogy mindenkinek öröme lesz benne. Se egy rigó, se egy velék, csak egy öreg mindig álmos, varjú maradt hűséges a lombja vesztett diófához. Ül csak ül és hallgat bölcsen, jól tudja, hogy nem sokára lesz az öreg diófának gyönyörű szép ósubája. A hagyományokat folytatva pénteken mese délelőtt várta a gyerekeket, ahol a város közismert személyei. Dr. Benci Kármás Adrián gyermekorvos, Kasper Ágot a korábbi múzeum igazgató, Becsei Katalin lelkész és Varga Halmosi Eszter tévén vezető mondta a kedvenc meséit az apróságoknak. Krisztus és Szent Péter még jártak a földön, Szent Péter gyalázta a katonát, hogy milyen rossz katona. No, de azt mondja erre Krisztus úrunk, elváltoztatlak, légy te egy kodós. Úgy tudom, a katonának csak 3 trajtszárja van, menj, és 2-re alamizsna. Tudjátok, mi az alamizsna? Nem. Segítség egy. Na mondja? Segítség vagy pénz. Pénz, egy kis léte, tehát segíteni a másikon valamivel. Adsz neki valamit. Úgy is lett Szent Péter, egyszerre ott termett, holdus lett, csak egy falába volt, és odáll a katona elé, és kért egy alamizsnát. A katona megnézi, és azt mondja, csak 3 rajcárom van a lelkem alatt, de egy egészséges ember vagyok, ha dolgozom, szerzek. Péntek délután dr. Rutkai Miklián Eszter mutatta be, amikor a láb elnehezült című könyvét. Október 10-én szombaton az intézmény nyitvatartási idejében, tehát 9-től 13 óráig könyvcsere várja az olvasókat, aki hoz egy saját könyvet, cserébe hazavihet egy másikat. Szeretettel várjuk Önöket a Bakony hangja színjátszókör felnőtt csoportjának utolsó előadására, október 10-én szombaton 17 órára a Művelődési Ház alkotmányú 14 szám alatti zsibongójában kialakított színházukba. Az eddig már 4 teltházas előadást több mint 200-an lettek. Óriási a siker. Rendkívül pozitív visszhangja van új csoportunk produkcióinak, a júniusi gyermekelőadás is 2 teltházzal ment. Nagy örömünkre a rengeteg közös munkának és az együtt megélt sikereknek köszönhetően igazi közösségé kezd formálódni a csoport. Több új jelentkező is van, így a szereplő utánpótlás is biztosított.
intézményünk szakmai és tevőleges segítő munkájának, sokak együttműködésének, támogatásának és a civil alap pályázatának köszönhetően biztosított a színjátszó csoportunk működése, és már tervezzük a következő előadásokat. Decemberben a két korosztály közös karácsonyi produkciója a Bazilikában lesz, majd jövő tavaszra áll össze a következő felnőtt előadás. Kérjük, hogy tiszteljenek meg bennünket személyes jelenlétükkel a most szombati utolsó előadáson. Egyrészt remek élményben lesz részük, másrészt megtapasztalhatják, ahogy Zirc óriási kulturális múltjában gyökerező, újabb értéket hoz vissza jelenünkbe és a város jövőibe, a Berivó János Csaba által vezetett Bakonyhangja színjátszókör. A Pulai krátertó bűveletében címmel játékos ismeretterjesztő előadásra várja az érdeklődőket a Bakonyi Természettudományi Múzeum október 10-én szombaton 14 órai kezdettel. A szakemberek a legkisebbeknek geomesét mesélnek a kis orrszarvúról, aki 4 millió éve átélte a krátertóban a környék vulkányainak születését. A meséhez kézműves foglalkozás is tartozik. Térbeli képeslapot készíthetnek az érdeklődők a krátertóról, amiben elhelyezhetik az ott élő állatokat és növényeket. A felnőttek ismerkedhetnek az alginit tartalmú iszapakolásokkal és szappanokkal, talajjavító készítményekkel és egyéb termékekkel. Alginit levest is főznek, ahol egy kis bográcsba modellezik, hogyan képződött az alginit a Pulai krátertó varázsüstjében. Professzor Frany Tamás agykutató tartott előadást Zircen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött ezen a szép őszi délnyugáron, ahogy apám úr fogalmazott. Egy kicsit bepillantassunk a tudomány egy nagyon fontos szegmensében. Szeretném, ha tudnánk, hogy ez a rendezvény azért jött létre, mert a Szent Bernát idősebb otthona ebben az évben ünnepli 10 éves fennállását, és a lakók szervezett programokon kívül úgy gondoltuk, hogy a tudomány is egy kicsikét közelebb hozzuk önmagunkhoz, önökhöz, mindannyiunkhoz. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm professzor Frany Tamást, Széchenyi díjas neurobiológust és nemzetközi hírű tudóst. Milyen érzésekkel érkezett vissza a szülővárosába, és mi az, ami ide köti a Bakonyhoz és egyáltalán a városhoz? Hát engem elsősorban Veszprémhez köt minden, hiszen Zircen én valóban megszülettem, de életemnek csak első 3 napját töltöttem itt. Édesanyám átruccant szülni a Zirci kórházba, mert itt volt egy ismerős nőgyógyászorvos, de én szülővárosomnak mindig is Veszprémet tekintettem. Ott gyerekeskedtem, ott jártam általános iskolába, gimnáziumba. Zirchez az az igazság, hogy nagyon kevés dolog köt, viszont egy gyönyörű hely. Nagyon szeretem az apátságot, tisztelem a rendet, és mindig örömmel jöttem fiatalabb koromban is, az arborétumot meglátogattuk, osztálykirándulás, stb. És a leányom itt járt a képzőművészeti szakközépiskolába, gimnáziumba. Egy nagyon összetett és különleges rendszerével foglalkozik az emberi szervezetnek. Hogyan alakult ki ilyen szoros kötelék ön és az agykutatás között, hiszen tudom, hogy tehetséges zenész is volt. Gimnáziumban még valóban vaciláltam, hogy a zenei pályát válasszam-e, vagy a tudományt. A tudomány is nagyon tetszett, szüleim vegyipari kutatóintézetben dolgoztak, és én ott nyaranta nyári diákmunkásként közel kerültem a kémia világához. Vegyszerraktárban volt a Máru kiadó, nagyon megtetszett a vegyszerek, a kémia világa. Aztán ez a szerelem, kémia szerelem, ez átváltott a biológia szeretetévé 3. gimnazista koromban, amikor a biológia tankönyvünk a szinte kizárólag az agyról szólt. És én egy vizuális típus vagyok, nagyon megtetszettek Szent Ágota János rajzai, amivel tele rakták ezt a biológia könyvet. Az idegsejteknek fantasztikus, komplex világa, hogy ez a rendkívül bonyolultan húzalozott rendszer, ez hogyan képes ilyen komplex funkciók ellátására. A zene az pedig 7 éves koromtól szinte hozzám nőtt. Tanultam klarinétozni 11 éven keresztül, aztán gimnáziumban már szaxofon is előkerült. Jazz együttest alakítottunk, játszottam a Nyitrai Jazz Quartetben. Közben 2 kórusban énekeltem Zámbó István vezényletével. Először a Lovasi Gimnázium kórusába, és onnan Zámbó átvitt a Veszprém város vegyeskarába. Néha kisegítettem a Veszprémi Szimfonikus Zenekarban másodklarinéton. Úgyhogy a zenéhez is nagyon sok szállal kötöttem.
De aztán végül a jazz koncertek láttatták be velem, hogy az nem igazán az én világom, hiszen egy-egy koncert után éjjel 2-3 óra körül kerültünk haza, másnap épp, hogy nem aludtam el az iskolapadban. És hát egy ilyen élet mellett nagyon nehéz egy bensőséges családéletet folytatni, gyereket nevelni, stb. Nekem pedig ez azért egyik életcélom volt. És azt is be kellett látnom, hogy ha valaki tudományos pályát választ, amellett hobbiként bármikor zenélhet, mint ahogy meg is teszem manapság, is kórusban énekelek, néha jazzt játszom, de ha valaki hivatásos zenész, amellett hobbi szinten foglalkozni tudománnyal, annak sem értelme. Rengeteg impulzus és információ éri napjaink emberét. Ez milyen hatást gyakorol az agyi tevékenységre, vagy egyáltalán az agyunk hogyan alkalmazkodik és idomul ehhez? Tudjuk, hogy a biológiai rendszerek reagálnak a környezetváltozásra. Bármelyik faj vagy egy fajnak a szervrendszere a megváltozott környezethez alkalmazkodni kénytelenek. Általában úgy, hogy a keletkező vagy már jelenlévő genetikai variánsok közül a természetes szelekció választja ki az új környezethez jobban adaptálódó variánst. Minél nagyobb ez a környezetváltozás, annál nagyobb evolúciós vagy szelekciós nyomásról beszélünk. És az agy számára az információs környezet, az is egyfajta környezet, és ebben pedig egy robbanásszerű változás játszódott le. Ez egyfajta adaptációs vagy szelekciós nyomásként nehezedik az emberi agyra. Ennek tudatában kell lennünk, mert ha nem tanulunk meg élni az információs technológiák, kommunikációs technológiák lehetőségeivel, akkor ez az adaptációs nyomás, ez különböző zsákutcákba sodorhatja az embert. Például gyakran tapasztaljuk, hogy az alkoholizmus a drogok világába menekül az ember, hiszen nem bírja ezt az információt, tömeget leereszti a redőnyt, drog lilak ködébe burkolózik, stb. Vagy pedig elhiteti magával, hogy ő igenis képes ilyen mennyiség információt elraktározni, ezt kezelni, ezzel megbirkózni. De ez az esetek többségében nem sikerül, ezért az emberek általában frusztráltak lesznek, sikertelenség érzés, kudarc élmények árasztják el, ez pedig meleg ágya a krónikus stressznek és a depressziónak. Tehát nem véletlen, hogy a pszichiátriai betegségek rohamosan terjednek napjaink társadalmaiban, civilizált társadalmaiban. A szorongás, a depresszió a WHO szerint is a 2020-as, 30-as évek egészség-gazdasági szempontból legsúlyosabb betegségei lesznek. A nemzetközi agykutatás jelenleg milyen feladatokkal foglalkozik, és az ön munkájában most mi áll a középpontban, hiszen rengeteg információt lehet különböző betegségek kutatásával kapcsolatban is olvasni. Hát nyilván elsősorban a betegségek azok, amelyeknek a neuronhálózati magyarázatát meg kellene találnunk, hiszen ez az egyetlen tovább lépési lehetőség, akár egy prevenciós stratégia, vagy pedig egy jobb gyógyszeres terápia érdekében. Erre most világszerte igen sok pénzt áldoznak, hiszen végre elkészült egy kimutatás az agybetegségeinek a költségeiről. 2010-ben egy hatalmas nagy munkacsoport, több mint 100 kutató felmérte, hogy az Európai Unióban mennyibe kerül egy évben az agybetegségeinek a gyógyítása, és ez 798 milliárd euró volt. Ezt akkor látja be az ember igazán, hogyha megnézi, hogy az öt következő legdrágább betegség mennyibe kerül. A szívérrendszeri betegség, a rák, a diabétesz, a krónikus tüdőbetegségek és a reumatoid artritis. Ez az öt következő legdrágább betegség. Ezek együttesen kerülnek 500 milliárd euróba. És még az agy betegségei önmagukban ennél több mint 50%-kal többe kerülnek. És ezt könnyű belátni, ha az ember elgondolkodik azon, hogy egy szívinfarktusos beteg vagy egy rákos beteg viszonylag hamar meghal, sajnos egy-két év. Viszont ha egy családba születik egy skizofrén vagy egy autista gyermek, az egy teljes életet le fog élni. Egy életen keresztül folyamatos gyógyszeres, orvosi, szociális ellátásra szorul. Az esetek egy jelentős részében még egy családtagot is kivon a munkavégzésből. Ez mind hozzájárul a költségekhez. Alzheimer-kór. Rohamosan terjed, ugye, ahogy idősödik a populáció. Egy Alzheimer-kóros 60-65 éves korában már olyan súlyosan dementált lehet, hogy nem képes az önellátásra, és még 20 évet is, 30 évet is akár elélhet.
ez alatt az idő alatt is folyamatos szociális ellátás, gyógyszer, családtag kivonása munkavégzésből, stb. Tehát mindezeket figyelembe vesszük, akkor belátható, hogy az agybetegségei azok hihetetlen nagy gazdasági és szociális terhet jelentenek a társadalom számára. Tehát mindenfajta politikai döntéshozatali fórum számára ezt világossá kellett tennünk, és ezt hála Istennek belátták így. Most már az Európai Unióban is az agykutatás egy prioritássá vált. Tavaly indult a Human Brain Project, ez az emberi agy program, 1,2 milliárd euróval 10 évre. Amerikaiak a Brain Initiative nevű programot indították el 300 millió dollárral, nem tudom hány évre. Magyar kormány őket is megelőzve 2012-ben jelentette be a Nemzeti Agykutatási Programot, ami 12 milliárd forintot költ az agykutatására 4 éven keresztül. Ennek a mi intézetünk, és én személyesen vagyok a vezetője, ez egy országos program. 6 egyetem vesz részt benne, 3 kutatóintézet, az amerikai idegsebészet és a Richter gyógyszergyár. Sokat beszéltem evolúcióról. A darwini természetes szelekción alapuló evolúcióról. És hát mivel egyházi környezetben vagyunk, azért egy-két dolgot szeretném a tisztánlátnának. Itt a darwini evolúciós tanok egyáltalán nem mondanak ellent a világ teremtéséről alkotott képnek el. Az evolúciót egyszerűen úgy kell felfogni, mint a teremtés eszköze. Ki tilthatná meg a teremtőnek, hogy az evolúció csodálatos szabályszerűségeit válassza meg a teremtés eszközéből. És mert az evolúció folyik tovább, jelen pillanatban például egy óriási adaptációs nyomás van az emberi agyon, környezetváltozás, ami majd biológiai evolúciós változásokat is indukál. Lehet, hogy 100 000 év múlva kétszer ekkora lesz a koponyánk. Ha sokat ülünk a számítógép előtt, akkor ilyen hosszú vékony ujjaink lesznek, a lábaink degenerálnak. Az evolúció, a biológiai evolúció tovább folyik, teremtés nem egy lezárt folyamat. És csodálatos programjai vannak a teremtőnek, ez anyaggal már az ősrobbanás korbellel programozva, ugye nagyon jól tudjuk, hogy kezdetben volt az ige, amely téridő dimenzióktól függetlenül létezett. Hiszen a tér és idő, mint dimenziók, azok az ősrobbanás ellen jelentek meg. És az ősrobbanás pillanatában, ha például a nehézség erő csak egy milliárd évvel kisebb, akkor szétspriccelt volna az univerzum. Csak egy milliárd évvel nagyobb, akkor az első másodpercében az ősrobbanásnak önmagába visszazuhant volna. De ezt a nehézség erőt sem onnan nem lehet levezetni, ez egyszer ennyi és pont. Ugyanúgy az atommagokon belüli kis és nagy erők. Nem lehet sehonnan levezetni, ezek nem fizikai állandók, amik csak úgy vannak. Pont ennyivel keletkezett az univerzum. Egy milliárdival nagyobb, csak hélium atomok lennének. Egy milliárdival kisebb, hogy csak hidrogén ionok, protonok lennének. Egyikből sem jöhetett volna létre soha kémiai elemeknek az a hihetetlen gazdag tárház. Most így keletkezett az anyag, valaki által csodálatos módon meghatározottan, hogy éppen az a ma ismert élethez szükséges szénatom keletkezésének kedvezem a legjobban. És hogy ezek az atomok hogyan építettek fel molekulákat a kémiai evolúció idején, aztán a szerves molekulák hogyan alkották az első élő sejtek, majd az élő sejtek, egy sejtek, a több sejtőket, ezen belül a specializáció szöveti, majd a fajok közötti hihetetlen diverzitás beindulása. Ezek mind-mind gyönyörű szépen lekövethető evolúciós, szelekciós folyamatok, mint a teremtés eszközei. Ennek az evolúciós folyamatnak jelenleg ismert legkomplexebb terméke, az nem más, mint az emberi agy. Az az emberi agy, amely senki se gondolja azt, hogy kitermelte magából az én tudatot, a szabad akaratot, a lelket, ha úgy tetszik. Mert kitermelte volna, akkor nagyon nehéz lenne megmagyarázni, hogy a számítógép miért nem termeli ki. Hiszen ha az embernek az agyában a pontokat, amelyekben pontosan hasonló pontok ott vannak a majom agyában is, ugyanolyan
felépítésre. Ugyanannyi hidegsége van benne, azok ugyanolyan kapcsolatot rendelkeznek egymással. Ugyanolyan kémiai anyagokkal kommunikálnak. Tehát ilyen agykérdi oszlop. Csak éppen az emberében sokkal több van egymás mellé kapcsolva ezekből az oszlopokból. Azért lett a negyed négyzetméteresből két négyzetméteres agykérdi. De az elemi egységek ugyanazok. Most csak azért, mert sokkal többet kapcsoltunk sorba, attól most ez kitermelt egy nem anyagi jellegű entitást, egy olyan elmét, amely irányítólakat vissza az ők létrehozó sejtek hálózataira. Ezt elhiszük, akkor azt is el kell hinni, hogyha elég sok számítógépes csipet kapcsolunk majd össze, az is egyszer kitermel egy kéntudatot, egy elmét, amely majd irányítja az őt kitermelő csipek hálózatát. Hát én hiszem, hogy ez valahogy sem fog történni. Ezért nem gondolom, hogy az agy, mint az anyag legkomplexebb terméke képes kitermelni az én tudatot és az elmét. Ezt úgy gondolom, hogy ebben a formájában vált az anyag alkalmassá arra, hogy befogadja teremtő eredetű én tudatot, elmét, lelket, vagy akár nevezi, amelyik ugye téridő dimenziókkal nem rendelkezik, hiszen csak ebben lehetünk hasonlatosak a teremtőhöz, hogy a mi ilyen komponensünknek sincs téridő dimenziója. Tehát nem lehet megkérdezni azt, hogy az agyunkban hol férez el, az agyunkban mikor, hol, melyik idegsejt hálózattal kommunikál, az agyunknak téridő dimenzióban meghatározott pontjai és időpontjai van. De a mi teremtő eredetű komponensünknek ilyen nincs. Nem lehet köztük az interakció helyéről és idejéről beszélni. Nagyon csak hozzátettem a környezet miatt, mert mégiscsak itt vagyunk az apátság kerülős közöttünk. A civil szervezetek munkájának megsegítése érdekében információs workshopra várja a civil szervezetek képviselőit a Veszprém megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület a Művelődési Házba október 14-én szerdán 16 órától, ahol az alapszabály módosításáról kaphatnak részletes felvilágosítást az érdeklődők. Somogyi Laura alkotásaiból nyílt kiállítás a Könyvtár Klub termében. Igazi remek mű néha nem is olyan tökéletes.
csak sugárzik, a csak álom is benne van. A csillagok fénye, a tündéri. S a feladatnak ez a része, amikor a művész már nem tud művén segíteni, az utolsó ecsetvonást, a tündérit, az Isten végzi el. Meghatározó időben pont az 5. éve. És tudják, úgy van ez, hogy egy iskolának nem szűnik meg a kapcsolat a diákokkal, miután kapnak egy papírt, vagy egy érettségit, vagy egy bizonyítványt, hanem ha jó volt az iskola, és a diák is megszerette az ottani légkört, akkor egy ilyen egészséges nyomonkövetés megmarad, néha ilyen ünnepélyes keretek között, mint egy kiállítás megnyitó, de mindenképp kapcsolatban marad az iskola és a diák. Főleg művészeti területeken mi nyomon szoktuk követni a diákoknak az előre menetelét, és néha nagy meglepetésként egy-két év homályból tűnnek elő azok a fiatalok, akik tőlük mentek el. Most már azt én is több éves oktatói tapasztalatra visszatekintve mondhatom azt, hogy egy művészeti szakközépiskolából alapvetően három irányba mennek a diákok. Vannak, akik folytatják és direktben valami művészeti pályát választanak, nem biztos, hogy festő vagy grafikus, hanem a vizuális terület gazdag világából valamilyen egyéni általuk kiárt ösvényt folytatnak. Vagy vannak olyan diákjaink, akik már a művészeti szakközépiskolában végeztek, de valami miatt más pályára keverednek, és ebből sincs semmi gond, mert általában azt a visszajelzést szoktuk hallani, hogy legyen az mérnök, vagy vállalkozó, vagy bármilyen más területen, aki egy művészeti iskolában végzett, az ott is ki fog tűnni, hogy az más, hogy az kreatívabb, hogy az más, hogy gondolkodik. Egy művészeti iskolának nem feltétlenül az a cél, hogy művészeket neveljen, hanem hogy embereket neveljen, akik érzékenyek a vizualitásra, fogékonyak. Úgyhogy az olyan diákoknak is örülünk, akik bár más területre mentek, és nem folytatták direktben a művészeti pályát, vagy nem elhivatottságként, de mégis jó emlékekkel bírnak az iskolával kapcsolatban. Aztán van egy harmadik út, amit kicsi Csomagyi Laura is jár, hogy bár nem direkt művészeti tanulmányokat folytat, mert nyelvész egyébként a Pannon Egyetemen nyelvészeti tanulmányokat folytat, és egy nem titkolt célja, hogy pedagógiával, tanítással, nyelvekkel akar foglalkozni, mégis mellette, nem elhagyva, nem direktben csinálva, de mellette foglalkozik tovább a művészettel. És része az életének, és azért, amikor szerintem bárki bejön ebbe a terembe, akkor nem azt érzi, hogy itt egy vasárnapi festő hobbiként valamit a lopott idejében és a kicsikart szabad idejében valamit itt alkotgat, hanem a profizmus az, ami szembetűnik a falakon. Senki nem gondolná, hogy ezeket a képeket nem egy művészeti egyetemista készíti, vagy egy művészi pályán lévő ember, hanem egy olyan profizmus, egy olyan elműséggel épített föl Laura a nyelvészeti tanulmányai mellett egy művészeti portfóliót, ami nagyon meggyőző. És ez a legnehezebb, hogy bár a nyelvészet és a tanítás és a pedagógia is része az ő elhivatottságának, ugyanakkor talán nem adtunk olyan rossz alapot, ha minden mellett ebben az elmélyítséggel tudja azt folytatni, amit a harmadik Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola diszítő szakán megkezdett.
Ez mindenképp dicséretre méltó és nagy eredmény. Sokat beszélgettünk a diákokkal, Laura kiállítása is egy jó apropó, hogy kicsit erről is szólt ejtsünk, a tehetség és az elhivatottság, ez sokszor két külön dolog. Azt szokták mondani, hogy a tehetséges ember mindenbe feltalálja magát. Ha van egy tehetséges ember, akkor hogyha őt bármilyen feladatra megbízzák, megkérik, vagy hoz az élet elé egy feladatot, azt megoldja. Az elhivatott ember viszont a sok területből tud magának egy szűk szeretet kimetszeni, és azt mondja, hogy én ebben mélyülök el. Paul Cézanne a maga idejében nem számított tehetségesnek. Egy általános iskolai rajztanár hármast adott volna a tanulmány rajzaira, még 25 évesen is, amiket próbálkozott. Ennek ellenére Cézanne egy nagyon elhivatott ember volt, és a szorgalma és az elmélyültsége az mégis egy olyan fajta festészetet eredményezett, ami bár halál után, de a világ csodálatát kihívta. Tehát az elhivatottnak lenni, az azt jelenti, hogy valamit megragadok, és kicsit ki tudom kapcsolni azt, hogy elismernek, nem ismernek el, megélek belőle, nem élek belőle meg, társadalmilag hasznos vagy haszontalannak tűnik, amit csinálok, de amit megragadtam, ahhoz ragaszkodok egy életen át, és azt bontom, csiszolom és viszem magammal. Ilyenek az elhivatott emberek, legyen az festő, legyen az író, legyen az tudós, legyen az mérnök, bármi. És ebből az elhivatott emberből kell egy társadalomban minél több. És én azt látom, hogy aki a nyelvészet mellett ilyen elmélyültséggel tud a festészettel is foglalkozni, az egyben bizonyíték arra is, arra a vádra is, ami a fiatalsággal kapcsolatban sokszor felmerül, hogy a mai fiatalság dekoncentrált, céltalan és motiválatlan. Itt van egy 20 éves fiatal, aki az bizonyítja, hogy ennek nem feltétlenül kell így lenni. Ez nagyon megállított engem is ez a kiállítás, bár sok régi kép van itt, amit még a Bélába készített a Laura, de egyre szaporodnak azon képeknek a számai, amik már önállóan, tanári korrektúra nélkül, és egy kicsit talán stílusban is már magadra találva, és az egyéni hangot is megpendítve készültek. Gratulálok személy szerint is, ez egy tanárnak, egy iskolának nagyon jó érzés, hogy amit vetettünk magukat, azok kikelnek, sőt továbbülnek, és már nincs is ráhatásunk, de ezek a fák, ezek a növények, ezek a tehetségek virulnak, élnek, fejlődnek tovább, és azt gondolom, hogy Zirc is büszke lehet arra, hogy ilyen diákok származtak el, és nem származtak szó szerint, mert vissza-vissza jönnek, és itt hagyják, megmutatják a magukat, a tehetségüket. Úgyhogy sok sikert kívánok még a nyelvészetben is, a festésben is, az életben is, legyél ilyen hűséges, ilyen ragaszkodó a céljaidhoz, az elhívásodhoz, a hivatásodhoz. És külön képelemzésben nem mennék most bele, de személyesen, természetesen Laura és én is segítünk, hogyha valakinek ilyen életigényei vannak. Én most ebben a beszéddel a kiállítást megnyitnám, és még egyszer gratulálok, viszont úgy tudom, hogy még egy zongora játék. Igen, én megnyitom.
Kiállítás után egy újabb kiállítás megnyitóra invitáljuk Önöket. Október 12-én egy új kiállítás nyílik itt a Reguli Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóházban. A Rokon Népek Hete megnyitásának vagy rendezvényeinek legfőbb eseménye, talán mondhatnánk így. Ezt a kiállítást idézőjelben szakemberek, hiszen az esztergomi szakemberek, de olyan szakemberek, szakterületen kutatók végzik, akik sok mindent tudnak a finnugor népekről, egyáltalán a hantik kutatásáról és az urali népvilágról, népcsoportokról. Milyen tematika alapján állították össze a kiállítási anyagot? Maga a kiállítás egy hosszas folyamat végeredménye. 2011-ben kezdődött egy olyan közös kutatási program, amelyben Nagy Zoltán, a Pécsi Tudományos Egyetemnek, a Néprajz Tanszékének a tanszékvezetője, akkor még doktoranduszaként, hallgatójaként dolgozó Mácsai Boglárka, illetve én a Néprajzi Kutatóintézetből vágtunk bele egy közös kutatásba, amelynek az volt a címe, hogy szimbolikus tájak és etnikus kapcsolatok Oroszországban. Ennek a kutatásnak a hozadéka volt az is, hogy ugye sokat utaztunk ki Szibériába, és az utazásaink nyilvánvalóan mindenféle közlekedési eszközön, gyalog, autóval, vonaton és egyéb módokon zajlott. Amikor ugye ezt a kutatási pályázatot ugye 2015-ben valamiféleképpen be akartuk fejezni, akkor arra gondoltunk, hogy nem csak a szűkebb tudományos közeg számára mutatunk be tanulmányokat, írunk esetleg könyvet, hanem valamiféleképpen ezt a rendelkezésre bocsátjuk a szélesebb nagy közönségnek is, olyan formában, ami mondjuk közérthető. Nyilvánvalóan kevésbé fog izgatni egy embert, mit tudom én, a jakut halászatnak egyik-másik különleges vonása, vagy a tó és az ember kapcsolata. Viszont az utazás az egy olyan dolog, különösen Oroszországban, Szibériában, amelyről már eleve van Magyarországon némi ismeret, tehát hogyha az ember azt mondja, hogy transzszibériai vasút, akkor az embernek már van egy hívó szó, és akkor tudja, hogy itt valami különleges körülmények között utaznak az emberek. Na most minden terepnek, minden területnek, ahol kutattunk, van egyfajta sajátossága, és a kiállítás koncepcióra erre utal, tehát valamiféleképpen lassan fókuszálunk egy szélesebb témából, tehát amikor Oroszországban az ember elindul a központokból, Moszkvából például, vonattal, több napon keresztül, és az az első rész például a kiállításon a vonatos utazás, tehát hogy hogyan utaznak együtt Oroszországban az emberek, és utána lassan fókuszálunk be, a következő rész az autós utazás, és akkor a végén van pedig, amikor a vadász a saját kis vadász területére, halászó helyére gyalog, hogyan megy ki, és az az utazás, ami keskeny ösvényeken, esetleg gyalog átlábolva, különböző gázlókon zajlik. Ez volt a cél, hogy kicsit úgy, mintha az ember maga is utazna egyik helyről, tehát Budapestről, Zircről, vagy ahol ez a kiállítás korábban volt, Nagyatádról, vonattal, autóval végül gyalog eljuttatni az embereket oda, ahova szerintem még sokszor álmukba se jutnak el. Az utazáson túl, ahogy bemutatják, hogy lehet ide eljutni, mely népcsoportokat mutatnak be, hiszen itt a múzeumban ez is mindig téma volt, hogy kikkel volt kapcsolata a magyarságnak, regulianta, akiket kutatott. Tehát magának az egész kutatásnak, illetőleg a kiállításnak nem alapvető koncepciója, hogy valamilyen etnogeneológiai módszerrel feltárjuk, hogy a magyarok kihez kapcsolódtak. Tehát nekünk az volt a célunk, hogy a mai helyzetet bemutassuk. Ennek ellenére ugye Magyarországon nem véletlenül erős a Szibéria kutatás, ennek két oka van. Az egyik oka az, hogy van egy nagyon erős finnugrisztika, uráli nyelvek és népek kutatása, és a magyar kutatók úgy kerülnek ki, általában Szibériába, hogy már eleve tudják ezeket a helyi nyelveket, hát ugye Eszter a legjobb példa erre.
ami mondjuk a külföldi kutatóknak nem adott. Tehát a legtöbb esetben ők oroszul közelítenek ezekhez a népekhez. A másik hasonlóan erős hagyomány az az altai népeknek és nyelveknek az ismerete, a török-mongol nyelveknek az ismerete, hát folyamatosan van ezeknek a nyelveknek az oktatása ugye a egyetemeken, és akik viszont ezekhez az altai népekhez kerülnek, ők is ismerik a nyelvet. Így gyakorlatilag a mi kutatásunk egy kicsit össze is fogja ezt. Zoli ugye a hantikkal foglalkozott, aki az uráli népekhez tartozik, Bogi pedig ő az udmurtokkal foglalkozott, de inkább az ő kutatás egy ilyen összoroszország, hiszen egy vonatúton nem úgy működik, hogy most az udmurtok beszállnak az egyik kusetbe, az oroszok meg a másikba, tehát inkább ugye egy ilyen nagy, hogy mondjam, egységben olvadnak össze. Oroszul létezik is erre egy szó. Tehát ugye amikor azt mondja az ember, hogy magyar, akkor egyben gondol egy népre, egy országhoz tartozó emberekre. Oroszul pedig ugye kétféleképpen lehet mondani, hogy ha valaki orosz, azt mondhatja úgy, hogy ruszki. Ugye magyarul ruszkit szoktunk mondani, de van egy olyan kifejezésük is, hogy rasziányin, tehát oroszországi. És ezt ők mint egy ilyen etnikus, hogy mondjam, jelzőt használják. Tehát aki mondjuk udmurt, vagy jakut, vagy esetleg, mit tudom én, evenki, vagy baskír, ő egyszerre, igen gyakran, úgy is érzi, hogy ő rasziányin. Ugyanúgy, mint annak idején, amikor Jugoszláviában éltek az emberek, volt olyan nemzetiség is, akik jugoszlávnak vallották magukat. Vagy Belgiumban is vannak olyanok, akik belgának vallják magukat, pedig hát ilyen nép valójában nem is létezik. Tehát a Bogi-féle kutatás inkább ezt a nagy egységet próbálta bemutatni. Zoli kifejezetten egy ilyen hanti kultúrát akart bemutatni, de úgy, hogy lehessen látni, hogy itt azért van már egy hosszú, gyakorlatilag több mint 4 évszázados együttélés az oroszokkal, illetve az orosz birodalommal, ami aztán sokféle nevet viselt a moszkvai nagyhercegségtől kezdve a Szovjetunión keresztül, most éppen oroszországi föderáció néven működik, illetve ott vannak a jakutok, akik ugye egyáltalán nem finnugor nép, még csak nem is uráliak, ők ugye egy török nyelvű csoport, akik Szibériának az egyik legtávolabbi részén élnek. Magyarországgal talán az egy egyetlen kapcsolat, hogy Rákosi Mátyás felesége jakut volt. Tehát, hogy ezen kívül ugye nincsen komolyabb kapcsolat. Nekünk nem az volt a célunk, hogy egyes népeket mondjuk privilegizáljunk, bemutassunk annak jogán, hogy hozzánk képest ők rokonok vagy nem, hanem ott nagyon sokféle nép él egymás mellett, nagyon sokféle kultúra, az egészen rajta van ez az összoroszországi szósz, ami ugye egyfajta egységességet vagy átjárhatóságot ad a különböző kultúrák között, és hogy lássuk, hogy milyen hasonlóságok, milyen megoldások, milyen összefüggések vannak az egyes területek között. Természetesen a hantik ebből a szempontból ugyanannyira érdekesek, vagy a mansik, mint mondjuk a jakutok, vagy a burjátok, vagy bármelyik más népcsoport. A kiállítási összeállításban, kiállítási anyagban fotókat, tárgyeszközöket is láthatunk? Mind a kettő van, igen, tehát hogy a legnagyobb része azok a fotók nyilvánvalóan, tehát az utazásból azért, ha bár Nagyatádon volt egy ötlet, hogy egy UASZ-t, egy orosz dzsippet odavigyünk a kiállításra, de hát az már nem lenne az igazi, hiszen egy ottani dzsippet kellett volna idehozni, vagy pedig egy ottani hószánt, vagy valami ilyesmit, de a nagy része a kiállításnak azok képek. Most pontosan nem tudom, de körülbelül 200 képre lehet számítani, attól függ, hogy most hogyan fogjuk tudni berendezni a kiállítást, és hogy mennyi fér el, de emellett lesz majd egy igazi áldozóhely, ahol az emberek szembesülhetnek avval, hogy mondjuk Szibériában útközben hogyan kérnek szerencsét, jó sikert az utazáshoz az emberek, hiszen az utazás egy ilyen nagyon nehéz terepen nem csak azon múlik, hogy el akarok jutni, és megváltottam a jegyemet, hanem bizony azért a szerencsén is, és a szerencsét valamiféleképpen az ember magának biztosítani szeretné. Láthatunk majd egy hanti vadásznak a teljes vadászfelszerelését, hátizsákostul, miket visz ki magának, hogy egyáltalán túl tudjon élni a tajgába, hogyha esetleg valami történik vele. A vonatos részben pedig ott lesz szinte berendezve egy teljes kis vasúti kocsi. Miket visznek magukkal az emberek, hogyan használják, hogyan teáznak, esznek a vasúti kocsiban. Annak ellenére, hogy lesznek ezek a kis interiőrök, azért a kiállítás derekát mégiscsak azok a fényképek és feliratok adják, illetve a hozzájuk tartozó térképek, amelyek azért orientálják a nézőket. A fotókiállítás tervesen kapcsolódik az intézmény Finnugor fesztiváljához.
Október 3. hetében hagyományosan a finnugor nyelvek és kultúrák felé fordul a Reguliantal Múzeum, hiszen már a két világháborúk között is megünnepelték Finnországban, Észtországban és Magyarországon a rokon népek napját. 2013 óta az ünnep hivatalos neve finnugor nyelv rokon népek napja. A Reguliantal Múzeum és Népművészeti Alkotóház az egész hetet ennek az ünnepnek szenteli. Az út című fotókiállítást követően október 15-én csütörtökön 17 órától térképezés és értékmentés Reguliantal munkássága kartográfus szemmel. Gulyás Zoltán térképész doktorandusz tart előadást. Október 17-én szombaton 10-től 18 óráig tart a Finnugor Fesztivál. A családi napra ezúttal és finnugor témákkal készülnek. Az ELTE finn lektora finn népdalokat énekel, Hanti és Mari lányok is érkeznek a vendégségbe, akik kézműves foglalkozásokkal, népdalokkal készülnek. Egész héten folyamatosan zajlanak majd az iskolai programok, kihelyezett órák a finnugor vendégek közreműködésével, a finnugor témájú múzeumpedagógiai nívódíjas társasjátékok bemutatása. Kézműves foglalkozásokat is szervez a múzeum, ahol a Finnországból érkező kézműves mesterek csütörtöktől a finn szőnyeg szövés fortéjaiba engednek betekintést az érdeklődő közönségnek. Aki szeretné kipróbálni a mesterséget, jelentkezzen a múzeum elérhetőségein. A programsorozatról további információkat a múzeum Facebook oldalán találhatnak az érdeklődők. Nekem nagyon beszokott a kezembe. Már így hordozom legalább 10 percet. Működő gazdaságot tekinthettek meg a gyerekek az Állatok Világnapján. A csoportok több turnusban indultak Bakonyi hajnalkáikhoz, akik minifarmot rendeztek be a látogatók legnagyobb örömére. Különféle házi és hobbi állatok várták a napköziseket. Láthattunk lükköslibát, indiai futókacsát, őshonos magyar vadkacsát és annak búbos változatát, fürjeket és fűrtojást is. A legnépszerűbbek természetesen a kézbefogható, simogatható törpenyuszik és tengeri malacok voltak. Édesebb nyuszi a világon. Ünnepélyen emlékezett városunk a 13 aradi vértanúra. Ha ezt szót hallom, magyarok, szűknek érzem zekémet, keblemben tenger kavarog, s mintha trombiták köszöntenének. Henrik Heine 1849. októberében írt soraival tisztelettel köszöntöm Önöket, az Ircvárosi Önkormányzat, a Békefi Antal Városi Könyvtár Művelődési Ház és Stúdió KB és az Írci Országzászló Alapítvány nevében. Az 1849-es világosi fegyverletétel után sötétbe borult Magyarország. Akit bűnösnek tartottak, Hajnaú legyilkoltatta. A börtönök megteltek. 1849. szeptember végén összeült a haditörvényszék, ahol 13 honvédtábornokot felségsértés címén halálra ítéltek. Október 6-án a pesti új épület falánál fővelőtték gróf Batthyány Lajost, Magyarország első alkotmányos miniszterelnökét. Batthyány nem engedte, hogy bekössék a szemét, és maga vezényelt tüzet a katonáknak. Utolsó szavai három nyelven kiáltották. Éljen a haza! Ugyanezen a napon, Aradon, kivégezték az 1848-49-es szabadságharc 13 honvéd tábornokát. Reggel 4:30-kor elerett az eső. Arad őrsége riadó készültségben volt,
A katonák égő kanóccal álltak a várfalon, az ágyuk mellett. A 13 tábornok méltósággal viselte a kivégzést. Az aradi vértanúk utolsó mondataikkal is emberi nagyságukat bizonyították. Gróf Bécsei Károly, Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt. Török Ignác, nem sokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak őt szolgáltam. Svejdeli József, a mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot. Poltenberg Ernő, minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide. Nagy Sándor József, de rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett. Gróf Leiningen, Westenburg Károly. A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját. Lázár Vilmos. Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke. A bitófák tövében kell forradalmára érnie a magyar lelkeknek. Láner György, Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon, és az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom. Knézik Károly, milyen különös, hogy Hajnaú bíró is keresztény, és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat. Kisernő, Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei, virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük. Desszefi Arisztid, tegnap hősökkel lettek, ma mártírok. Így parancsolja ezt hazám szolgálata. Damjanich János, legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt. Aulich Lajos, szolgáltam, mindig csak szolgáltam, és halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik ezt a szolgálatot. Juhász Gyula, vértanúink. A föld alól, a magyar föld alól, vértanúk szent lelke föld alól. E nagy napon, ahol emlék s békelen, búzsbitókra hittel nézzetek. Hittel s reménnyel, mert most kél a nap. Minden napoknál szebb és szabadabb. A nap, melyért mi vérben esve el, nyugodtan haltunk a ma reggelen. Szemünk nem látta, lelkünk látta csak, hisz onnan jönnek minden sugarak, hisz onnan árad szét új világ felett, szent háromságunk, mely jövőt teremt. Szabadság minden népnek, aki él, s halni tudott egy megváltó hitért. Egyenlőség, hogy ember ne legyen mások szabad prédája becstelen. Testvériség, mely át világokon, kézt fog a kézbe, hisz mind-mind rokon. Ó magyarok, ti élő magyarok, a halhatatlan élet úgy ragyog rátok, ha az egekben lobogón igazság leng a lobogótokon. Az igazság, mely tegnap még halott, világ bírájaként föltámadott. És a népek szent szövetségébe ti úgy lépjetek, mint Kossuth népei. A föld alól, a magyar föld alól, vértanúk szent lelke, így dolog. Tisztelt ünneplő közönség, hölgyeim és uraim! Nem csak az emberi kapcsolatoknak rangot adó alapérték a bátorság, az igazságosság és a becsület, hanem a nemzetek történelmének is.
Úgy gondolom, nem csak a mai gyásznak valós jelentőségének, máig érvényes tanulságainak megértéséhez, hanem a magyar nemzet kollektív emlékezetében ünnepként rögzült, más jeles történelmi események döntő többségének értékeléséhez is vehetjük ezt a gondolatot vezérfonalként. Emlékezni jöttünk, megemlékezni 13 magyar tábornok mártír halálának 166. évfordulójára, annak az eseménysorozatnak a szomorú záró akkordjára, amelynek kapcsán erről a kis országról és annak csodálatos katonai és erkölcsi erőt mutató népéről maradandóan pozitív kép alakult ki a világ civilizált népei előtt, és én az újkori történelembe, immár végérvényesen, de korántsem utolsóként, magyar forradalom és szabadságharc néven vonult be. Mire taníthat bennünket, késői utódokat az a kor, az a korszellem? Értékvesztett és cinikus világunkban, a gondolkodó emberben gyakran felmerül az oly divatos kétely. Van-e igazságos forradalom? Van-e igazságos harc? Az 1848-as forradalom és az azt követő szabadságharc előzményei, történései és utóélete egyaránt ragyogóan példázzák, hogy van. A reformkornak nevezett, nagyjából a 19. század első reformországgyűlésétől a forradalomig tartó korszak páratlan volt a maga nemében, mind a magyar nemzet, mind Európa történelmében. Sem azelőtt, sem azután nem fordult elő ugyanis, hogy egy társadalom uralkodó rétegének többsége és java saját egyéni és kollektív érdekeivel homlok egyenest ellenkezően, csupán nemes elvek és értékek vállalásával, hazája szeretetétől vezérelve, önként lemondott saját előjogairól. A szürke és pragmatikus utókor számára talán már érthetetlennek tűnhet, hogy a magyar reformnemesség a reformkor országgyűlésein és az 1848-as áprilisi törvények előkészítésekor többek között azért küzdött, hogy felszabadítsa saját jobbágyait és eltörölje saját adómentességét. Felfoghatjuk ezt a korszakot a magyar történelem olyan fordulataként, ami a kortársak számára váratlan, a későbbi korok számára megmagyarázhatatlan, de a magyarság számára kétségtelenül előnyös volt, és olyan szellemi erkölcsi értékeket hozott létre, amelyek a megmaradás zálogát jelentették, és jelentik számunkra mind a mai napig. Egy biztos, az, hogy a népek tavasza Magyarországot is virágba borította, nem csak az előbb vázoltak okozata, hanem az európai folyamatok szerves része is volt. Erik Hobsbawm angol történész szerint az 1847-48-as évek Európájának gazdasági kataklizmája egybeesett a régi rendszerek szemmel látható elgyengülésével. Ritkán fordult elő, hogy egy forradalom ennyien megjósoltak volna. És ne felejtjük, a szabadságharcba torkolló magyar forradalom tulajdonképpen irányát több erőteljes és egymással kibékíthetetlennek tűnő eszmei áramlat alakította ki. A Petőfi-féle nemzeti radikalizmus régi rendszert lebontani kívánó republikánus területe mellett ott munkált a nemzeti liberális reformnemesség azon törekvése is, amely a független magyar királyság régi dicsőségének helyreállítását, a bécsi központi kormányzat magyar közügyek irányításába történő beleszólása megszüntetését tűzte ki céljául, a Habsburg dinasztia legitimitásának megkérdőjelezése nélkül. Az események azonban más fordulatot vettek, melynek okai túlnyomó részt a magyar belpolitikai történéseitől független, külső okokban keresendők. 1848 tavaszán ugyanis senki sem gondolt arra, hogy bekövetkezik az az abszurd helyzet, hogy, Kossuth szavait idézve, az ausztriai császár a magyar királynak hadat üzen, mint ahogy valószínű, hogy a dinasztia iránt a forradalom kezdetekor még oly lojális Kossuth sem gondolta, hogy az áprilisi törvények elfogadása után egy évvel deklarálja majd a függetlenségi nyilatkozatot. Nem látta, nem láthatta előre Kossuth, hogy az udvari kamarilla politika a kezdeti visszavonulás után milyen eredményesen és ügyesen szítja majd a szlovák, szerb, horvát és román sovinizmus lángját a magyarság ellen. A délvidékre betörő szerb szabadcsapatok, Jellasics támadása, az Erdélyben és a Párciumban dúló olárabló bandák ocsmánygaztetteinek szükségszerű következménye volt a honvédség szerveződése, a szabadságharc kibontakozása. A császári hadseregből tömegesen dezertáló magyar és nem magyar katonákból, diákokból, polgárokból, parasztokból szerveződött nemzeti hadsereg elszánt hazaszeretete, ahogy Jókai fogalmaz, a haza keserű szerelme, és vezérei, különösen Bem és Görgei hadászati zsenie, a császári túlerővel szemben elérte azt, hogy a magyar csapatok kiverték Erdélyből az osztrák és az akkor elsőként beavatkozó orosz csapatokat.
Magyarország csak nem egész területéről az 1849-es tavaszi hadjáratban kiszorították az osztrák fősereget és visszavették Budát. A birodalomtól történő elszakadást kinyilvánító és sokak vélemény szerint hebehúrja és elkapkodott függetlenségi nyilatkozat a már újra csendes Európában visszhangtalan maradt. Illetve teljesen mégsem, hiszen megadta az utolsó lökést ahhoz, hogy az ifjú császár Ferenc József kényszeredetten és feszengve a megaláztatástól, de katonai segítséget kérjen és kapjon az orosz cártól a szabadságharc leverésére. És Európa, a művelt nyugat, mint azelőtt és azután is annyiszor gyanakvással vegyes közömbösséggel szemlélte a szabadságharc két kolosszus ellen vívott kilátástalan élet-halálharcát. Lord Palmerston angol külügyminiszter egyértelműen kinyilvánítja kormánya álláspontját. Őfelsége kormánya az osztrák birodalom ilyetén megcsonkítását nagy politikai csapásnak tekintem. Végezzenek tehát velük gyorsan és kéméletesen. A szabadságharc leverése valóban gyors volt, a nagy álom véget ért. A kíméletesség ugyanakkor jámboróhaj maradt, hiszen tudjuk, hogy ez egyébként szadizmusa és kiszerűsége miatt saját tisztársai zöme által is megvetett Hajnau gróf táborszárnak ténykedése kizárólag uralkodójának valódi elvárását, a könyörtelen megtorlás kívánalmát igazolta. Az aradi hadbíróság augusztus 25-én és 29-én négy tábornokot, Svejdel Józsefet, Kis Ernőt, Dezsőfi Arisztidet és Lázár Vilmost Golyó, 9 magyar főtisztet, Aulik Lajost, Damjanich Jánost, Knézics Károlyt, Láner Györgyöt, Leiningen Westenburg Károlyt, Nagy Sándor Józsefet, Öltenberg Ernőt, Török Ignácot és Vécsei Károlyt kötél általi halálra ítélt. Október 5-én a vérbíróság a Golyó általinál sokkal megalázóbbnak tartott kötél általi halálra ítéli továbbá Batthyány Lajost, Magyarország első felelős miniszterelnökét, akinek csak sikertelen öngyilkossági kísérletekor szerzett súlyos nyaki sebe okán és hajnali dühöngése dacára adatik meg az agyonlövetés kiváltsága. Október 6-án az ítéleteket a tábornokokon Aradon, a miniszterelnökön Pesten az új épület udvarán végrehajtják, és ezt követően is százával küldik az embereket a vérpadra. Különösen megindítók és lélekemelőek azok a ránk maradt levelek, amelyeket a halálra ítéltek, a kivégzésük előtti napon írhattak feleségeikhez. E levelekből a hitves iránti rajongó szeretet hangja sugárzik, és annak tudata, hogy ártatlanul, tiszta lélekkel és nyugodt szívvel halnak meg. A mai belvárosi fonyalgók számára különösen furcsa és bosszantó lehet, hogy ezeknek a szó valódi értelmében nemes embereknek a jó része úgy vállalta magától értetődő természetességgel a magyarság sajátos sorsközösségét, hogy még magyarul is keveset tudott. Magyarországot legyőzték, de nem maradt legyőzve. Az irdatlan erőfeszítések, az aradi sánc mártírjainak áldozott vállalása nem volt hiába való. Majd két évtized múlva a birodalom urai is belátták ezt. Az 1867-es kiegyezéskor a nemzet végül kibékült királyával, és az ország előtt a fejlődés addig nem tapasztalt távlatai nyílhattak meg. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc a magyar nemzet történetében Varga betűi, tévedései és gyarlóságai ellenére igazságos forradalom és igazságos harc volt. Örök, egyben intő tanulsága, hogy az önfeláldozás, az önzetlenség, a bátorság, a hazaszeretet sohasem viszonylagos és múló szeszély, hanem emberként és magyarként való megmaradásunk alapfeltétele. Tiszteljük tehát hőseinket és eszményeiket. Köszönöm, hogy meghallgattak. Ady Endre, október 6-a. Őszi napok mosolygása, őszi rózsa hervadása. Őszi szélnek bús keserve, egy-egy könny, e szentelt helyre, hol megváltott hősi áron, becsületet, dicsőséget, az aradi 13. Az aradi Golgotára ráragyog a napsugára, oda hull az őszi rózsa, hulló levél búcsúcsókja. Bánat sír a száraz ágon, ott aluszta csendes álmát az aradi 13. Őszi napnak csendes fénye, tűz reá a fényes égre, bús szívünknek enyhe fényed adjon nyugvást, békességet. Sugáridon szellem járjon, keressen fel küzdelmünkben az aradi 13.
Az Irci Reguli Antal német nemzetiségi nyelvoktató általános iskola 8. B-osztályos tanulóit, Úri Anna Csengét és Detre Csongort hallottuk verset mondani. Felkészítőjük Slajhol Újza tanárnő volt. 1848-49 bátor, hősies és megbecsült hazafiai mindannyian ugyanazon ügyért harcoltak, a magyar szabadságért és a magyar haza megújulásáért. Hittek abban, hogy a reformkor nagyjai, Széchenyi, Veselényi, Kölcsey, Deák és Kossuth egy modern, új Magyarország alapjait tették le, kivezetve a magyarságot a középkori feudális viszonyok közül. A halálra ítélt honvédtisztek mindegyike kész volt életét áldozni ezekért a célokért. Annak a küzdelemnek és áldozatvállalásnak a szimbólumai lettek ők, melyet a magyar nép évszázadokon át vívott nemzeti függetlensége megteremtéséért és a társadalmi haladásért. Az aradi vértanúk emlékezetére a tisztelet koszorúit helyezik el, Zircvárosi önkormányzat képviseletében Otto Péter polgármester úr és dr. Horváth Sándor alpolgármester úr. Az Irci Országzászló Alapítvány és az Irci Széchenyi Kör képviseletében Bitman Károly, Máj János, Egerbölgyi Dezső urak. A Fidesz Irci szervezete képviseletében Detre Miklós és Baranyai József urak. A Jobbik Irci szervezete képviseletében Varga Gábor úr. És ők élni fognak, élni mindörökkön. Szent lesz, örökké szent a sírgödör, amíg az eszmény ki nem hal e földön, míg magyar szellem még magasba tör, az igét, melyért éltet áldozának, szívébe írták az egész hazának. Utódtól fogja hű utód tanulni, hogyan kell élni, s hogy lehet meghalni. 1890. október 6-ától a pesti közönség a Vígadó első emeleti termében felállított Edison féle fonográf hengerről hallhatta Kossuth Lajos Torinóban felvett megemlékező szónoklatát az aradi hősökről. A világ bírája, a történelem fog e kérdésre felelhetni. Legyenek a szentemlékű vértanúk megáldottak poraikban, szellemeikben, a hon szabadság istenének legjobb áldásaival az örökké valóságon keresztül. Engem, ki nem borulhatok le a magyar Golgota porába, engem október 6-a térdeimre borulva fog hontalanságom remete lakában látni, s amint az engem kitagadott hazafelé nyújtva akarjaimat a hála hő érzelmével áldom, a vértanúk szent emlékét hűségükért a haza iránt, s a magasztos példáért, melyet az utódoknak áttak át. S buzgó imával kérem a magyarok istenét, hogy tegye diadalmassá a velőkig ható szózatot, mely Hungária ajkairól a magyar nemzethez zeng. Úgy legyen. Amen. Az aradi vértanúk önfeláldozása, helytállása, nemzetük iránti elkötelezett szolgálata most a mai napon, amikor rájuk emlékezünk, önvizsgálatra indít bennünket. Így imádkozzunk a 139. Zsoltár szavaival. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Hova menjek lelked elől, orcád elől, hova fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy, ha a holtak hazájába feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság.
Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet. Próbáld meg és ismerd meg gondolataimat, nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Amen. A mindenható Isten őrizze meg szívünkben az igazak emlékezetét, vezessen bennünket a helyes úton, a ma élő nemzedék tagjaiként pedig az aradi vértanúk példáját is követve, tegyen bennünket hűséges fiaivá nemzetünknek, Istenünknek. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Isten igéjével köszöntöm az emlékezőket a 25. Zsoltár 4. versével. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Akikre emlékezünk, azok már megtalálták azt az utat, amelyen járniuk kellett. Adja, Urunk, hogy mi is megtaláljuk a magunk útját. Az Úr legyen előtted, hogy a jó utat mutassa néked. Az Úr legyen mögötted, hogy megvédjen a gonosz cselvetéstől. Az Úr legyen melletted, hogy ne érezd magad soha egyedül. Az Úr legyen alattad, hogy felfogjon, ha leesel. Az Úr legyen benned, hogy betöltsön szeretetével. Az Úr legyen fölötted, és árassza rád gazdagon áldását. Így áldjon meg mindnyájunkat a jóságos Isten ma, holnap és minden időben. Amen. Az ünnepét közös mécsesgyújtás zárta. Prohászka Otto Kár székesfehérvári püspök születése 157. és püspökké szentelésének 110. évfordulója alkalmából megemlékezésre és emlékfaültetésre vár mindenkit az Országzászló Alapítvány október 11-én vasárnap 16 órára az Apátsági Látogatóközpontba, ahol Mózesi Gergely a székesfehérvári püspöki és székeskáptalani levéltár gyűjtemény igazgatója mond emlékező beszédet. Kedves nézőink, adásunkat megismételjük szombaton 12, vasárnap 14, hétfőn 18 és kedden délelőtt 10 órától. Új műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, és kellemes hétvégét kívánok. Viszontlátásra, jövő hét pénteken!